Vendégem itt Orosháza Gyopáros fürdőn Menhard Evelin és Velan Judit, az Elveszett Állatok Alapítvány vizslafajta mentőcsoportjától. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Akikkel a szív- és bőrférgességről, valamint természetesen a vizslafajta mentésről is beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Lehet, hogy elsőre ez ilyen furának tűnhet, hogy miért egy ilyen kemény témával kezdünk, vagy hogy ez miért ennyire fontos, de megvan ennek a maga jelentősége. Mi is lenne az? A maga jelentősége csak annyi, hogy a vizslainknál egyre nagyobb számú szív- és bőrférges megbetegedést tapasztaltunk. Szerencsére nagyon jó úton haladtunk a gyógyításban, egy idő után más állatvédő szervezetek jöttek hozzánk jó tanácsért. Mi terjeszti a szív- és bőrférgességet? Szúnyog. A szúnyogcsípés. És miután ugye orvosok továbbra sem vagyunk, így felmerült bennünk a gondolat civil kezdeményezésként, hogy más állatvédő szervezetekkel, illetve humán vonalon is megmozdulva szervezzünk egy előadást. Ez az árvíz után és ezzel az elképesztő szúnyoginvázióval, ami az országban van, mennyire nőtt meg ennek a jelentősége? Mekkora probléma ez? Rettenetes probléma mind két lábú, mind négy lábú szeretteink körében. Hogyan befolyásolja? Mi történik a kutyákkal? A szúnyogcsípésnél bejut egy lárva a szervezetbe, de én azt hiszem, hogy a kereken mához egy hétre esedékes előadáson majd a doktor úrtól lehet erről a legtöbbet megtudni. Igen, nyilvánvalóan, tehát lesz egy olyan fesztivál, egy olyan előadás sorozat is, ahol erről a kutyatulajdonosok is bővebben tájékozódhatnak. Miért pont a vizslák egyébként, vagy miért pont a vizslafajta mentés? Mi csak szeretjük a vizslákat, és ezért kezdtünk el vizslákat menteni. Közösen, mint vizslamentés az Elveszett Állatok Alapítványnál, tavaly januárban alapítottuk meg a vizslamentést, és azt elmondhatom, hogy közel majdnem 400 kutyát mentettünk az elmúlt 18 hónapban. Egyébként nekem az egyik legnagyobb közösségi oldalon van egy-két barátom, aki ennek tagja, ennek a vizslamentő csoportnak, és hát valami egészen elképesztő fotókat tesznek föl, hogy milyen állapotban találnak meg kutyákat. Pedig az ember azt gondolná, hogy a vizsla ez egy megbecsült kutya, tehát ha valakinek már vizslája van, akkor az vigyáz rá. Ez nem igaz, sajnos Magyarországon. A legtöbb vizslatartó nem értékeli magát, a kutyát nem tudja a fajtát, nem ismeri a fajtát, nem úgy kezelik a kutyákat, ahogy kellene. Időközben a kölyök kutya felnő, hogyha kölyök kutyát fogadnak örökbe, vagy vesznek, rájönnek arra, hogy rengeteg gond van velük, nagyon sokat kell velük foglalkozni, azért egy kertben tartott kutyát is napi egy-másfél órát sétáltatni kell. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a vizsláknak jó helyük van a kertben, az udvaron, egy nagy udvar elég, vagy kint az ólban lehet tartani a kutyákat, és ez egy rövidszűrű fajtára, kifejezetten a vadászkutyára szerintem nem igaz. Mennyire tudnak segíteni más alapítványoknak, vagy mennyire tudják terjeszteni, hirdetni az igét? Nagyon bízunk benne, hogy ez a 15-ére meghirdetett előadás, ez majd nagy népszerűségnek örvend, direkt ingyenes is a belépő mindenféle civil szervezetnek, illetve magánszemélyeknek is. Bízunk benne, hogy egyre több emberhez eljut az információ. Hol lesz ez az előadás? A Nyugati téri Alexandra könyvesház 4. emeletén, este 6 órától. Akik most találkoztak először ezzel a fogalommal, hogy vizslafajta mentés, azok hogyan tudnak esetleg csatlakozni, vagy bármilyen bejelentést tenni, hogyha esetleg találnak egy nagyon rossz állapotban lévő kutyát, vagy felfigyelnek egy rossz állapotban lévő kutyára? A Facebook oldalon találnak meg minket, ott vizslamentés néven vagyunk, két Facebook oldalunk is van, egy angol nyelvű és egy magyar nyelvű, illetve e-mailben, telefonon is lehet minket megkeresni, az e-mail címünk az info@vizslamentes.hu, és ugyanezen az e-mail címen kérünk mindenkinek a jelentkezését, aki el szeretne jönni erre az előadásra a 15-én. Dr. Kapiller Zoltán, a Hullány Szövetség elnöke tart nekünk. Nagyon szépen köszönöm, hölgyek, hogy eljöttek ide hozzánk. Köszönjük szépen!